Márkizai Péter elvenni a kormánytól az uniós források szétosztásának jogát ezzel a címmel folytatja cikk sorozatát a Magyar Nemzet. A legújabb részben a lap azt mutatja be, hogyan kampányolt Márkizai Péter azért, hogy Magyarország ne kaphassa meg a neki járó uniós forrásokat. A portál Hajnal Miklós a tévés interjúja után indított sorozatot. A Momentumos képviselő ebben arról beszélt, hogy pártársai az Európai Parlamentben nagyon sokat tettek a forrás megvonások érdekében nekik abban komoly, komoly szerepük volt. Hajnal Miklós a közelmúltban egy ATV-nek adott interjúban vallotta be, pártársai az Európai Parlamentben nagyon sokat tettek azért, hogy hazánk ne kaphassa meg a nekiáró uniós forrásokat. A Momentum országgyűlési képviselője szerint a forrás megvonások például Donát Annának és Cseh Katalinnak köszönhető. Nem, nem, nem kell hazudni, hát mi voltunk ott. Ez volt az a dolgunk. A magyar nemzet ezután indított cikk sorozatot, amely bemutatja, hogy hogyan ásták alá folyamatosan a magyar érdekeket az uniós intézményekben az ellenzék egyes pártjai és politikusai, illetve milyen konkrét lépéseket tettek a nekünk járó EU források visszatartásáért. A baloldal EP képviselői mellett Márkizai Péter is a brüsszeli vezetők szempontrendszere mellett foglalt állást, amikor a hazánknak járó uniós pénzek visszatartásáról beszélt a 2022-es kampányban és a választások után. Fogalmaz a Magyar Nemzet cikk sorozatának legújabb részében, ahol azt idézik fel, hogy a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje miként próbálta megakadályozni az uniós források Magyarországnak való kiutalását. Ha levágyák Orbán Viktor meg fogják kapni a NATO védelmét, és meg fogják kapni az unió támogatását, fejenként másfél millió forintnyi, több tízezer milliárdnyi uniós támogatás csak akkor jön Magyarországra, ha Orbán Viktor megy. 2022-es választási kampányában Márkizai Péter többször is azt hangoztatta, Magyarország csak abban az esetben kaphatja meg az uniós forrásokat, ha a jelenlegi kormányt sikerül leváltani, és ő lesz az ország miniszterelnöke. A Magyar Nemzet cikkében erről úgy ír, a 2022-es választási kampányban többször is előállt Márkizai azzal, hogy csak Orbán Viktor távozása árán kaphatja meg hazánk azokat az uniós pénzeket, amelyeknek kifizetése természetesen semmilyen összefüggésben nincs az adott tagállam kormányának politikai színezetével, sem ideológiai kérdésekkel. Magyarország alapvető érdeke, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. A kormányváltás mellett egy másik visszatérő érve is volt a bukott baloldali miniszterelnök jelöltnek az uniós források kifizetésére. Márkizai Péter azt hangoztatta, egy esetleges kormányváltás után hazánk azonnal csatlakozik az Európai Ügyészséghez, így biztosan megkapjuk a nekünk járó pénzeket, sőt, elszámoltatás is lesz, fogalmazott. A baloldal volt kormányfő jelöltje olyan feltételt határozott meg az uniós pénzek lehívásához, ami a valóságban soha nem létezett. A két dolognak semmi köze nincs egymáshoz. Szögezi le a magyar nemzet hozzátéve az Európai Ügyészséghez való csatlakozás régi baloldali globalista toposz, amit az Európai Egyesült Államok létrehozását célként kitűző uniós bürokraták és politikusok erőltetnek. De az uniós fejlesztési források kifizetése ettől teljesen független. El kell érnünk, hogy hogy az uniós forrásokat ne a Fidesz ossza szét központilag. Ezt pedig már a választások után egy évvel, 2023 nyarán posztolta a Mindenki Magyarországa néppárt elnöke. Bár Márkézai Péter és a baloldal súlyos vereséggel zárta a 2022-es parlamenti választást, a miniszterelnök jelölt még később is arról beszélt, pártja azon fog dolgozni, hogy az uniós források szétosztásának jogát elvegyék a kormánytól. Mindezek után a magyar nemzet úgy összegzi, a dollármilliókkal támogatott baloldal évek óta Magyarországgal szemben a külföldi támogatók érdekeit, illetve az uniós intézmények szempontjait helyezi előtérbe, amit már nem is lepleznek.